Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Advent harmadik vasárnapja van. Ezen a vasárnapon, az adventi koszorún már a harmadik gyertyát gyújtjuk meg. Ez a katolikus liturgikus hagyományokban a rózsaszín színű gyertya. Ugye a koszorunkon, az adventi koszorunkon három lila és egy rózsaszín gyertya van. A mi koszorunkon fehér gyertyák vannak, de a masnik jelzik a liturgikus színt. A rózsaszín az tulajdonképpen a lilának egyik ilyen enyhébb, könnyedebb, világosabb változata, amely által azt akarjuk kifejezni, hogy igen, az advent az a várakozásnak, a rákészülésnek, a bűnbánatnak a színe, amit a lila szín a liturgiánkban kifejez, de ez a rózsaszín így az advent időszak közepén emlékeztet bennünket arra, hogy nem csak rajtunk áll az, hogy találkozhatunk-e Istennel. Tehát amikor bűnbánatról van szó, várakozásról van szó, törekedésről van szó Isten felé, akkor ez Istenen is múlik. Tehát nem kell valahogy túl komolyan venni magunkat, lehet egy ilyen üzenete is ennek a rózsaszín színnek itt az advent időszak közepén. Az adventi időszaknak ez a rózsaszín vasárnapja, az öröm vasárnapja is. És ezen a vasárnapon Máriáról is elmélkedünk rá, is emlékezünk, nemrég ünnepeltük a szeplőtelen fogantatás ünnepét. És régen ezeken a vasárnapokon, advent harmadik vasárnapján, amikor rózsaszín, liturgikus ruhába öltözött a pap, és a rózsaszín gyertya égett az adventi koszorún. Régen, főleg az Alföld egyes részein az édesanyákat is köszöntötték. Tehát nem május első vasárnapján volt az anyák napja, hanem ezen az adventi vasárnapon, amikor már közel van karácsony, és amikor Máriára tekintünk, aki szíve alatt ott hordja a kis Jézust, az anyaság misztériuma, és az igentmondás misztériuma ez a vasárnap. Mária, aki igent mond Isten tervére, és amikor igent mondunk Isten tervére, akkor az életünkben, a mi életünkben is, ha mi is igent mondunk Isten tervére, a mi sorsunkban, a mi életünkben, akkor nálunk is megfogan valami Isten életéből. Nyilván nem úgy, ahogy Mária esetében történt, biológiai értelemben, de ha igent mondunk Istennek, akkor a mi életünk is otthona lesz az Isten igéjének, az Istentől kapott hitnek, a reménynek. Mi is valahol Isten hordozók leszünk, vagy fényhordozók leszünk. Az igent mondás Isten tervére, a sorsunkban megjelenő reményre felszabadító érzés, örömet okoz. Ezért is az öröm vasárnapja ez a mai. Igent mondani Istennek, az egy felszabadító és örömet okozó érzés is, és valahogy elkezd az életünk ragyogni, mert az Isten világossága lesz bennünk. Szentekké válunk azáltal, hogy az Isten tervét fel akarjuk ismerni az életünkben, és igent mondunk erre a tervre, ahogy Mária is tette. Mária a katolikus hagyományban ezért, hát így az abszolút példa, a hívő ember, a hittel élő ember legnagyobb példája, vagy mintaképe. És hát nagyon is tiszteljük Máriát emiatt, az ő igenje által. És hálát adunk az Istennek, hogy ő számít ránk, hogy ő megkérdez minket, hogy ő tervébe vesz bennünket, mindannyiunkat, nem csak Máriát, hanem mindannyiunkat, akiket arra hív, hogy igent mondjunk az együttműködésre az Istennel. Ha nem mondunk igent, hogyha az életünk az ilyen fékezés, az ilyen durcáskodás, hogyha az életünk az ilyen tántorgás, tehát hogyha nem mondunk egy világos igent az Isten hívására, ha nem keressük azt, hogy hogyan is felelhetünk meg a Jóistennek nagy szeretetére, amivel megérint minket, amivel megteremtett minket, amivel meghív minket, ahogy a gondunkat viseli. Ha erre mi nem válaszolunk igennel, akkor az életünk céltalanná válik, akkor hát szorongás,
jellemzi az életünket, és ez nagyon jellemző a mai ember életére, hogy igazából nem is tudja, hogy merre van az arra, hogy miről is szól az élete. Úgy érezzük sokszor, hogy bele vagyunk csak dobva itt a létbe, és itt tengődünk, és hol van Isten, és mi az értelme a sorsunknak. És a keresztény hagyomány azt mondja, hogy van értelme a sorsunknak. Isten valahogy kinyilatkoztatja magát, ami életünkben megjelenik, angyalokat is küld, ha kell, akik jelzik számunkra, hogy az Isten számít a mi igenünkre, számít a mi segítségünkre és az együttműködésünkre, ahogy ez a Mária esetében is volt. Na most, hogyha valaki ezt nem tudja egyértelműen felismerni, hát hogy, mit jelent az, hogy igent mondani az Istennek? Mi az Istennek a rám vonatkozó terve? Hogyan tudhatom, hogy Isten én hozzám is szól, és az én közreműködésemre is számít? Hogyha ilyen spirituális vákumban vagyunk, akkor mit lehet tenni? És a mi katolikus hagyományunk az arra bátorít bennünket, hogy ebben a vákumban ne ücsörögjünk, vagy ácsörögjünk, hanem tegyünk valamit. És az adventi időszak így a jó tetteknek is az ideje. Így a magyar népi kultúrában volt egy hagyomány, főleg a gyerekeket bátorították erre, hogy egy napi jó tettet tegyenek, egy olyan jó tettet, amit tudatosan a hitük erejéből tesznek. És minden ilyen napi jó tett egy szalmaszál szimbolizált. És a gyerekek így gyűjtötték a szalmát, az almot úgymond a betlehemi kis Jézusnak, aki ugye nagyon rideg körülmények között született, egy istálóban hagyomány szerint. És hogy ne a kövön, ne a hideg jászolba tegyék azt a kisgyermeket, a betlehemi kisdedet, a kis názáreti Jézust, ezért a gyermekek a jó tetteikkel ezeket a szalmaszálokat gyűjtötték. Egyébként jellemző az, hogy így Magyarországon vagy a Kárpát-medencében, amikor eljött a karácsony, persze fontos az a sok jó tett, amit ilyenkor teszünk, és ahogy gyűjtjük a szalmaszálakat a kis Jézus számára a jászolba. De hogy karácsonykor, amikor eljött az ünnep szenteste, akkor egész bálával behoztak a nappaliba, a tiszta szobába, ahol az ünnepet megülte a család. Ezzel is kifejező az, hogy hát igen, gyűjtögettük a szalmaszálakat a kisdet számára, de a jó Istennek az irgalma és a jósága a mi törekvésünket messze menően túlszárnyalja. A Jóisten jósága az végtelen. Azt a szalmaszálat, amit behoztak és az egész szobában a földön, ugye szétszórták, meg se lehetett számolni. Egy nagyon szép szokás ez, hogyha elkezdjük tudatosan a jót tenni, ezeket a bizonyos szalmaszálakat gyűjteni, ez visszahat ránk, ez formál minket, ez érzékenyé fog tenni bennünket, hogy észrevegyük azt, hogy Isten közeleg, hogy az ünnep közeleg, hogy valami történik, hogy itt angyalok jönnek-mennek, hogy itt van a csoda. Szóval, hogy ez kilendít bennünket abból, hogy csak így az ürességben, a szomorúságunkban, a kérdéseinkben, vagy a kérdéseinkkel így ücsörögjünk. Ez úgy megérleli bennünk a vágyat arra, hogy igent mondjunk az Istennek, ahogy Mária is képes volt igent mondani az Istennek. És még egy gondolat, ugye december 13-a az Luca napja, nagyon sok különös hagyomány fűződik ehhez a naphoz, én egyet emelnék ki. Luca napján ültették el a búzát. Főleg a magyar Alföld, a nagy magyar Alföld vidékein a karácsonyi, a szentestén és a karácsonyi időben az asztalon ott volt a búza. Hát kis csészékbe tettek búzát Luca napján, kicsit megnedvesítették, és ez a búza, hogyha jó meleg és világos helyre teszik, hát az nappali ablakába, ablakpárkánya belülről természetesen, akkor elkezd növekedni, és pont karácsonyra, szentestére szép zöld lesz. És ebbe a búzába, ami egy kis csészébe növekedett, tették a gyertyát, amit meggyújtottak. Tehát szenteste
karácsonykor már nem az adventi koszorú világította az asztalon a szobába, hanem a búzában volt a gyertya, és persze a karácsonyfa. Tehát, hogyha ezen a mai napon, Szent Luca napján elültetjük a búzát, akkor karácsonyra szép zöld lesz, ott lesz az asztalunkon. Hát a zöld, a remény színe, ott lesz az asztalunkon, hát a kenyér, a munkánkat is kifejezi ez a búza, ugye az emberek, akik a földön dolgoztak, így a népi hagyományunkban ezt fejezi ki, hogy a munkánk, a reményünk, hogy az Isten növeszti a búzát, erre is rácsodálkozhatunk, hogy az Isten adja az életet, ez is ott van a karácsonyi asztalunkon.